Köszöntöm kedves nézőinket! Hallgassák meg híreinket! 2020. március 11-e óta országos veszélyhelyzet van érvényben a koronavírus okozta járvány miatt. Hogy ne maradjanak le semmiről, összefoglaltuk az elmúlt hét legfontosabb döntéseit, az érvényben lévő intézkedéseket Solymáról, Pilisszentivánról és Pilisvörösvárról. A megszokottól eltérően ebben az időszakban híreinkkel mi is otthonunkból fogunk jelentkezni, ezzel is biztatva a kedves nézőket, hogy aki teheti, maradjon most otthon. A járvány miatt megváltozott az orvosi rendelések ideje. Az orvosok minden településen azt kérik, hogy aki betegnek érzi magát, vagy receptet szeretne feliratni, telefonon vagy e-mailben keresse házi orvosát, semmiképp ne menjen a rendelőbe. A gyógyszereket kiválthatják a patikában anélkül, hogy magát a receptet papíron el kéne hozni, elég a beteg nevére és tajszámára hivatkozni. Kérjük az időseket, hogy ne menjenek el otthonról, hanem kérjék fiatalabbak segítségét, hiszen a vírus éppen a 60 év fölöttiekre és a krónikus betegségben szenvedőkre a legveszélyesebb. A telefonos egyeztetésre akkor is szükség van, ha szakrendelésre mennének. A vörösvári szakrendelőben az előre foglalt időpontokat törölték, a vizsgálatokat és a kezeléseket csak akkor végzik el, ha feltétlenül szükséges, életveszély esetén vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében. Március 16-ától a kormány rendelkezése szerint az éttermek, kávézók és üzletek csak 15 óráig lehetnek nyitva. A szabály alól kivételt jelentenek az élelmiszerüzletek, a drogériák és a patikák, melyek változatlan nyitvatartással működhetnek. A kisebb boltokban egyszerre csak egy-két vásárló tartózkodhat, ezzel is csökkentve a fertőzés veszélyt. Bár így az üzletek erőt sorok alakulhatnak ki, mindannyiunk érdekében kérjük, viseljék türelemmel a várakozást. A lakosság ellátása folyamatos, a háztartási mennyiségben való vásárlás biztosított, a sorok csupán az egymás közti személyes távolság megnövelésének következményei. A Pilisvörösvári járási hivatal is korlátozta ügyfélfogadását. Ügyintézésre kizárólag előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség. Ügyintézéskor csak indokolt esetben lehet kísérővel érkezni, várakozáskor be kell tartani az ügyfelek közötti legalább másfél-két méter szociális távolságot. Telefonon a 0626 530 066-os számot hívhatják hatósági és szociális ügyek miatt, a 108-as melléket, gyámügyekkel a 102-es, 103-as melléket hívják. Hétvégén kisebb módosításokkal közlekednek az éjszakai vonatok. A változás a hétvégente a nyugati pályaudvarról Esztergomba éjjel 2 óra 25 perckor, illetve 3 órakor induló S72-es járatokat érinti. Ezeknél a vonatoknál, húsvétot kivéve, április végéig Angyalföld állomáson másik szerelvénybe kell átszállni, emiatt a megszokotthoz képest pár perccel hosszabb menetidővel kell számolni. Ez a menetrendi módosítás március 28-án és 29-én, április 4-én, 5-én, 18-án, 19-én, valamint 25-én és 26-án is érvényes lesz. A módosításra a Budapest-Szob vonal karbantartása miatt van szükség. A járványügyi helyzet miatt tilos a zavar és kerti hulladékok égetése március 24-től Pilisvörösvár területén. Bár a helyi rendelet szerint a tavaszi és őszi időszakban lehet kerti hulladékot égetni, a veszélyes légúti megbetegedést okozó koronavírus járvány miatt most betiltotta az önkormányzat az égetést annak érdekében, hogy a levegő szellőztetésre alkalmas maradjon. A légszomjjal, tüdőelégtelenséggel járó légzőszervi fertőzés leküzdésében a tiszta levegőnek, az alacsony légszennyezettségnek is nagy szerepe van. Aki a tiltást megszegi, közigazgatási bírsággal sújtható. A zöld hulladék kezelésére a következő lehetőségeket ajánlja az önkormányzat.
A zavart és a kerti hulladékot komposztálják, vagy szállítsák el az iparterületen található zöld hulladék lerakó helyre, a telep nyitva hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 13 óráig, a lerakás díja 1000 forint per köbméter. Ezen kívül még igénybe vehetik a települési szelektív zöld hulladék elszállítást, mely áprilisban lesz. A járvány miatt a szolgáltató jelenleg nem tud zöld matricákat kiküldeni. Erről és a szállítási napról a későbbiekben ad majd részletesebb tájékoztatást a szolgáltató és az önkormányzat. Március 16-ától országszerte, így Pilisvörösváron is bezártak az iskolák és digitális oktatásra tértek át. Bezártak a játszóterek, a Lámkrumpark, a focipálya és a városi könyvtár. Szünetel a személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban. Az ügyintézés telefonos és elektronikus csatornákon történik, a képernyőn látható elérhetőségeken. Emellett leveleiket elhelyezhetik a polgármesteri hivatal ablakába kitett dobozban is. Szünetel a plébániai ügyintézés. A temetések egyházi vonatkozású részének ügyintézését a Varázskő Kft. És a Szigű Kft. Irodáiban megtehetik. Aki a zárlat ideje alatt egyházi esküvőt szeretne tartani, az vegye figyelembe, hogy csak a jegyespár és a tanúk lehetnek jelen a szertartáson. A temetéseket egyszerű formában, röviden kell megtartani. A Városgondnokság megkezdte az új közlekedési jelzőtáblák kihelyezését, áthelyezését és leszerelését az előzetes képviselői és lakossági egyeztetések és igények eredményeként. A következő helyeken van változás. A Fogoly utcában, a Körömvirág utcában, a Szennyvíz tisztító telep melletti út elején, a Görgei utcában, a játszótérnél, a Vájár utcában, a Solymári utca Hősök tér kereszteződésénél, a plébánia közben, a Városliget sétányon, a Lőcsei utcában és a Harcsa és Kárász utcában. A járványügyi helyzettel kapcsolatos feladatokból is kivették a részüket a Városgondnokság és a kertészeti csoport munkatársai, éjszakai fertőtlenítő permetezést végeztek több helyszínen. A MÁV állomásokon, a buszmegállókban, a szakorvosi rendelő és a mentőállomás minden bejáratánál, a vásártéren, a főtéren és a Hősök terén. A megnövekedett kereslet miatt egyre több termék hiányzik a gyógyszertárakban. Több kérés csak utólag a rendelés beérkezését követően tudnak teljesíteni, de a legtöbb esetben nem tudják pontosan megmondani, mikorra várható a termék. Megkönnyítve mind a lakosság, mind a gyógyszertárak helyzetét, az előre kifizetett hiányzó gyógyszereket a Vörösvári Önkormányzat kiszállítja a megadott címre. Szállítási igényüket a patikusoknak ott helyben legyenek szívesek jelezni. A kiszállítást a közterületfelügyelők végzik díjmentesen minden nap délután. Március 17-én megtartotta márciusi rendesülését Pilisvörösvár képviselőtestülete. Ezen az ülésen választották meg a szakorvosi rendelőintézet és a Művészetek Háza új igazgatóját. A szakorvosi rendelőintézet új igazgatója dr. Kóti Tamás lett, aki már az ülést követő napon megkezdte munkáját. A Művészetek Háza vezetői tisztségét ezentúl Valahi Katalin látja majd el, aki a tervek szerint április 1-én lép hivatalba. Március 20-án pénteken megtörtént a városi térfigyelő kamerarendszer műszaki átadása. A város különböző pontjain összesen 24 kamera került felszerelésre, ezen belül 19 térfigyelő kamera, valamint 5 speciális rendszámfelismerő kamera. Köszönjük figyelmüket! Aki teheti, maradjon otthon! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! Hamarosan jelentkezünk a frissebb hírekkel. Viszontlátásra!